A koronavírus járvány miatt az egész világon megállt a sportélet, van, ahol befejezetnek nyilvánították a bajnokságokat, van, ahol a folytatásban bízva felfüggesztették a pontvadászatot. Magyarországon az MKOS döntése értelmében véget ért a kosárlabda szezon, így az NB1B piros csoportjának második helyén álló Nyíregyháza Blúzsák számára idő előtt zárult a 2019-2020-as idény. Ebben a sportágban általában május vagy június végéig kötnek szerződést a kosarasokkal a klubok, így viszont egy új helyzetben kell megoldást találniuk a vezetőknek és a játékosoknak. Valahogyan meg kell próbálnunk túlélni ezt a helyzetet, és a lépéseket ennek tükrében kell, hogy megtegyük. Úgyhogy alapvetően azt tudtuk ígérni a játékosoknak, hogy március 31-éig tudjuk a mostani járandóságunkat biztosítani. Utána viszont külön megállapodást kell kötnünk, vagy meg kell válni bizonyos emberektől. Sajnos nincs más lehetőségünk, szigorítanunk kell, vagy vissza kell venni az előre tervezett költségvetésből, hiszen arra készülünk, hogy az Élsport Kft.-hez sem érkeznek meg azok a támogatások, amikre számítottunk, hiszen sajnos ebben a helyzetben nem arra számítok, hogy mi leszünk a legfontosabbak a világ számára, vagy a sport lesz most a legfontosabb. Úgyhogy az a célunk, hogy a csapatot próbáljuk meg valahogyan együtt tartani, de csak azok tudnak maradni, akik hajlandóak bizonyos lemondást tenni azért, hogy itt kosárlabdázhassanak nálunk. A röplabdázóknál a szövetség május 15-éig felfüggesztette a bajnokságot. A Fátum Nyíregyháza a női extraliga második helyén tölti a kényszerszünetet. A lányokkal is hasonló a helyzet, annak ellenére, hogy ugye itt még csak felfüggesztette a röplabda szövetség a bajnokságot. Nem tudom megmondani, hogy mi lesz, de nem úgy néz ki, hogy lesz lehetőség a folytatásra, vagy ha valamilyen folytatás is lesz, akkor az biztos, hogy nem lehet ugyanabban a formában, mint ami eddig volt, hiszen a csapatoknál a légiósok nagy része hazautazott, úgyhogy nem tudom, hogy milyen csapattal tudnának kiállni. Úgy gondolom, hogy szükséges megvárnunk azt, hogy hogyan alakul a helyzet az országban. Látnunk kell, hogy az elkövetkezendő napokban mi fog történni. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a tendencia nem az, hogy rövidesen ez a folyamat visszafordulna. Hogyha a környező országokat megnézzük, akkor gyanítom, hogy mi még az elején vagyunk a vírus terjedésének. A Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége is felfüggesztette a bajnoki sorozatokat. A nyíregyházi férfi csapat az NB1B keleti csoportjának 10. helyén áll a 12 csapatos számláló mezőnyben. Itt is március 31-éig tudjuk garantálni azokat az összegeket, amikben megállapodtunk vagy megegyeztünk. Utána viszont szintén közös megegyezéses módosításokra van szükség. Meg kell néznünk, hogy ki az, aki, mint ahogyan a kosarasoknál is említettem, tudnak vállalni lemondásokat, esetlegesen szeretnék-e itt folytatni majd a pályafutásukat, de nincs más lehetőségünk, meg kell próbálnunk minimálisra csökkenteni a kiadásainkat annak érdekében, hogy életben tudjunk maradni.